Itt jelenleg egy vegyes pörkölt, bordaporcból és csülökből. Mit tesztek bele? Tésztát vagy galuskát fogtok beleszaggatni? A kislányaim készítették a csipetkét. Sertéspörkölt és gulyásleves is rotyogott a bográcsokban. Illatkavalkát fogadta a Gyapai falu napra érkezőket, hiszen annak ellenére, hogy a szervezők idén nem hirdettek főzőversenyt, a családok és a baráti társaságok lelkesen készültek a piknikre a faluház mellett felállított sátraknál. Ez a 16. falunapunk. Hát ez egyetlen egy nagy rendezvény, ami évente van a karácsonyi rendezvényünk mellett. Heizler Zoltán elmondta, hogy általában közel 250 fő vesz részt a falunapon, amely összehozza a lakosokat. A helyiek meghívására paksiak, illetve más település részen élők is ellátogatnak hozzájuk. Így tesznek már sokadik éve a konzervgyári nyugdíjas klub tagjai is, akik ismét népes csapattal érkeztek a rendezvényre. Több éve, hogy mi kilátogatunk ide Gyapára, mert a férjemnek rokonok vannak, akik mindig meghívják a klubunkat, a konzervgyári nyugdíjas klubot. Úgyhogy hát azért mondom, 2 vagy 3 éve már biztosan kijárunk, és akkor mindig jól érezzük itt magunkat. És már az Oliék, a szervezők is nagyon, már szinte számítanak rá, hogy a mi kis csapatunk érkezni fog, úgyhogy jól szokjuk érezni magunkat. A rendezvényen Valner Dénes természetfotóiból berendezett kiállítást is megtekinthették az érdeklődők. A szervezők a gyermekekre is gondoltak, ők kreatív játékokon és arcfestésen vehettek részt, valamint a mozgó planetárium előadását is megtekinthették. Mit láttál? Bolygókat. Tetszett-e neked, és hogyha igen, akkor miért? És mi tetszett benne? Azt tetszett, hogy forrogott a naprendszer. A nagyobbak a lufi bohóccal állatokat hajtogathattak. Most ezt visszahajtjuk ide mellé. Ügyesek vagytok. És őket, ezt a kettőt így együtt tekeritek át a másik oldalra. Délután színpadi programok színesítették a rendezvényt, este pedig Kocsis Tibor adott koncertet. A falunapot hagyományosan Batyos Bállal zárták, ahol a Kéktó Zenekar húzta a talpalávalót.